Ennyit a cosplay village is. Kis színpadával, de annál nagyobb lelkesedéssel. Első programunk. Életre kelt Disney álmok. Nem csak cosplayeseknek. Aki elhagyja, Tihanyi Mária. Taps! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Megnyitom akkor igazából a Cosplay Village színpadi műsorát. Az én előadásom az, ahogy a cím is mutatja, nem annyira csak a cosplayeseknek fog szólni. Egy tech rendezvényen vagyunk, egy IT rendezvényen alapvetően. Ezért én azt gondoltam, hogy próbáljuk meg megmutatni azt, hogy a jelmezkészítésnek milyen komolysága is van, és nézzük meg azt, hogy a filmek világában milyen is ez az egész, különösen a Disney filmek világában, amik most gyakorlatilag új erőre kaptak, és egy új trendet állított be a stúdió ezzel, hogy régi klasszikus rajzfilmeket dolgoz fel élőszereplős változatban. Ezeknek a kulisszái mögé szeretnék most nektek egy kis bepillantást nyújtani. Teszem azt azért, mert geek vagyok, cosplayer vagyok és Disney rajongó vagyok, úgyhogy tartsatok velem a következő fél órában. Az egészet egy... Nem tudom, merre kell nyomni, bocsánat. Na, megjelent az első slide. Szóval azzal kezdeném, hogy ennek az egész törekvésnek, amit most a Walt Disney Studio elkezdett az élőszereplős filmeknek, már volt korábban egyébként előzménye, illetve beszéltünk előzményekről. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején például volt élőszereplős 101 kiskutya film, amire lehet, hogy már nem is emlékszünk annyira, mert nem lett akkora nagy siker, és nem lett egyébként trendindító sem, pedig folytatása is született. És biztosan sokan ismeritek, pláne, hogyha Disney rajongók vagytok, a manapság nagyon népszerű Once Upon a Time cím sorozatot, ami Magyarországon egyszer volt, hol nem volt címmel fut. És ebben a sorozatban is láthatjuk már azt, hogy a klasszikus karakterek, a kishableány, Aladdin és Jászmín hercegnő, Demóna, Elza és Anna a jégvarázsból például, gyakorlatilag szinte cosplayesekként a Disney-s rajzfilmes verziójuk élőszereplős kosztümös változatában vonulnak fel. Ennek egyébként nagyon egyszerű oka van, méghozzá az, hogy a Once Upon a Time az ABC csatornán fut Amerikában, ez a csatorna pedig szintén a Walt Disney Studio tulajdonában van, és hát nyilvánvalóan ebben a sorozatban is promotálják az ő saját filmjeiket ilyenképpen, hogy saját original Disney karakterek, tehát akiknek nem volt korábban mondjuk ilyen mémesei előzménye, így például Merida is megjelenik a sorozatban. Na. Viszont, és előre szaladtam, elnézést. Ezt a lépegetős dolgot még tanulnom kell. Na, de most működni fog. És aztán igazából ez a mostani trend a Disney filmes feldolgozások tekintetében, amiről én is beszélni fogok, 2010-ben indult el, méghozzá az Alice Csodaországban franchise-zal. Ez az Alice egyébként nem csak azért különleges, mert Tim Burton rendezte, és nagyon látványos, nagyon CGI, nagyon komputeranimált, nagyon mű, és nagyon furcsa, és nagyon Alice-os ezáltal, hanem arról is szólt ez a dolog, hogy igazából ez a folytatása a klasszikus rajzfilmnek. Alice itt már felnőtt, és visszatér Csodaországba, és újra átéli ezeket az élményeket és a nagy találkozásokat, amiket gyerekkorában is megtapasztalt. Emellett készült folytatása is ennek a filmnek, méghozzá tavaly Alice Tükörországban címmel. Ez a kevésbé lesz sikeres, mint a Csodaországban. Egyébként mindkét filmnek vannak fanyagói, nagyjából közepes kritikákat kaptak ezek a filmek. Viszont a Disney úgy gondolta, hogy jó dolog ebbe az élőszereplős verzióba investálni, és hát tovább haladt ennek az egésznek a mesdjéjén. Nem fogok beszélni kiemelten a hátteréről ezeknek az Alice filmeknek, és nem fogok beszélni kiemelten a hátteréről a Dzsungelkönyv filmeknek, azért nem, mert ezekben gyakorlatilag
nyilván volt kihívás, meg rengeteg pénz, meg a Dzsungelkönyve különösen sikeres és kedvelt produkció lett, de kosztümes tekintetben és jelmeztervezői tekintetben és látványtervezői tekintetben, ami ennyire kompjúteranimált, az talán kicsit elhanyagolható. Meg hát az időrövidsége miatt is én úgy döntöttem, hogy inkább a hercegnős filmekre fogom helyezni a hangsúlyt, és így az első, amiről beszélni fogok, az a 2014-es Demóna lesz. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az Alice franchise elindítása után ez volt az első olyan igazi élőszereplős film, ami megteremtette úgy konkrétan ezt az élőszereplős Disney filmes trendet. A Demóna nem csak azért különleges, mert hát hú, Angelina Jolie, a gyönyörű Angelina Jolie a főszereplő, és ő volt ennek a talán legikonikusabb Disney villannek, Disney gonosznak a szerepébe, hanem azért is, mert újra mesélte a Csipke Rózsika történetet, egy teljesen új megvilágítás, vagy teljesen új látószögbe helyezte ezt a sztorit. Ennek a főszereplője, ahogy a cím is mutatja, nem Csipke Rózsika, hanem Demóna, akiről kiderül, hogy miért lett olyan, amilyen, miért lett ő a leggonoszabb Disney ellenség, vagy Disney gonosz azáltal, hogy gyakorlatilag egy szimpla nem meghívás miatt egy keresztelőre egy életre szóló átokkal bélyegzett meg egy kislányt, és igen, és elindult ez a vonulat. Egyébként az nagyon fontos tudni erről az egész filmről, hogy ez az irányzat, ez a kifordítjuk a tündérmesét, és teljesen új megvilágításba helyezzük meg, ez nem annyira Demónával kezdődött, és nem annyira a Disney stúdiónál kezdődött, mint a Hóférke adaptációknál, amik a Demónát megelőzően jelentek meg. Így például a Hófehérke és a... nem, Hófehér és a Vadásznál, bocsánat, és a Tükröm Tükrömnél. A Maleficentről néhány szóban, amit érdemes tudni, hogy a rendezője, és ez látszik is a filmen, egy olyan úriember, aki korábban látványtervező volt, és látványtervezőként működött az Alice Csodaországban filmeken. És ami nagyon fontos a Demónánál, ugye ez az üzenet, hogy a gonosz az nem születik. A gonosz, az valaki válik gonosszá, és valamiért. És a legikonikusabb Disney gonosz is egy gyakorlatilag az összetört szíve miatt vált azzá, akivé. Ő egy pozitív tündér volt, aki szeretett egy férfit, és ez a férfi őt kihasználta, megalázta, és elvette az erejét gyakorlatilag, és ő ezért lett gyakorlatilag gonosz, ezért átkozta el ennek a férfinek a családját, Stefan királynak a családját, pontosabban a lányát. De mégiscsak kiderül ebből a filmből, hogy azt, hogyha valaki igazán jó, ezt a jóságot nem lehet elnyomni. És hiába aláznak meg valakit, ha igazából jó, ő jó marad, és a szeretet az mindenek felett, és ez felszínre hozza a jó oldalát az embernek. Ugyanis Demóna, ahogy a távolból figyeli az általa elátkozott Csipke Rózsikát, vagyis Aurora hercegnőt, anyai érzéseket kezd érezni iránta. És a nagy fordulat, hogy végül nem a herceg csókja, hanem az ő homlokra helyezett puszia, anyai csókja, ha tetszik, éleszti fel majd Csipke Rózsikát. Emiatt is talán meg, hogy ennyire a nők kerülnek a középpontba, és a férfiak nagyon-nagyon elhanyagolhatóak, mint karakterek ebben a filmben, illetve inkább negatív színben tetszelegnek. Megkapta a Demóna ezt a kritikát, hogy talán túlságosan is feminista film. Én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, szerintem ez egy nagyon fontos film, és megmutatja azt, hogy mindennek több oldala van, és egy összetett és több dimenziós karakterrel találkozunk Maleficent személyében, Angelina Jolie fantasztikus alakításával, és talán ezért is indokolható a nem annyira rossz 7-es IMDb pontszám, amivel értékelték. Egyébként ahhoz képest, hogy 2014-ben került mozikba, nagyon-nagyon sok munka volt a Demónával. 2012-ben kezdték meg a forgatást, és ahogy majd a többi élőszereplős Disney filmnél is látjuk, amit kiemelek, Angliában forgatták ezt is. A rendezőről említettem, hogy ő látványtervező eredetileg, és ez látszik is a filmem. Nem annyira sok, de azért elég sok CGI effektet használtak igazából.
amikor ugye Demóna repül, akkor ezt ugye nagy kék háttér előtt vették föl nyilvánvalóan, a szárnyai egy-egyben komputeranimált szárnyak, a tündér keresztanyák arcát külön rögzítették a mimikájukat, viszont ők a kis miniformájukban gyakorlatilag szintén komputeranimált karakterek, és az erdőnek, meg a szabadtéri jeleneteknek is egy jó részét nagy kék vászon előtt vették föl, és gyakorlatilag oda animálták. Ez egyébként a rendező szempontjából egy kicsit megbánás is volt, de szerette volna minimalizálni ezt a komputer animációs jelenlétet. Kicsit megbánta, hogy ennyit építettek bele. Viszont ettől függetlenül a Maleficent azt gondolom, hogy nagyon látványos, nem annyira mű, kicsit talán cukormázas, de nagyon szeretető és nagyon szép film. És sikeres is lett igazából olyannyira, hogy a tavalyi év végén már megjelent egy hír arról, hogy folytatása lesz, és Angelina Jolie el is vállalta ezt a szerepet. És ha már Angelina Jolie-ról beszélünk, akkor a kosztümös részt vele szeretném kezdeni, ugyanis nem csak, hogy ő a film főszereplője, de abszolút mértékben ő áll a középpontjában ennek az egésznek. Tehát Demóna azért is annyira központi karakter, mert egy borzasztóan karizmatikus színésznő alakítja őt, és Angelina Jolie karizmájával nagyon is tisztában voltak a jelmeztervezők is. Azt tudni kell, hogy az ő jelmezein nem egy tervező dolgozott, hanem egy egész csapat. A film fő jelmeztervezője irányította gyakorlatilag ezt a csapatot, de alatta sok-sok ember vett részt. Volt külön sminkes, maszkmester, a fejdíszeket egy külön személy tervezte. A cipőit, amiket nem is látunk, egy külön személy tervezte. Külön körmöse volt, a kiegészítőket külön más tervezte, és a ruhákkal is külön egy másik csapat foglalkozott. Mindannyian nagyon fontosnak tartották azt, hogy ennek a legikonikusabb gonosz szereplőnek a szerepében Angelina Jolie tényleg tökéletes legyen, és jelen legyen nagyon a filmben. A koncepció egyébként az volt, hogy egy kicsit ilyen dívaszerű legyen ez a karakter, kicsit ilyen szoborszerű, nagyon-nagyon kemény, de nagyon-nagyon jelen legyen. Emiatt egyébként nem egy az egyben lemásolták, bár főleg a keresztelős elátkozós ruhán is látszik, hogy egy az egyben megpróbálták visszaadni az eredeti animációs 1959-es Demónának a hatását. Viszont nem ugyanaz lett ez a jelmez, a hatása ugyanaz. És Angelina Jolie sem akarták teljesen úgymond eldeformálni a szerep kedvéért, hogy egy az egyben egy tökéletes Demóna cosplayer legyen gyakorlatilag, hanem figyelembe vették az ő vonásait, azt, hogy neki milyen jól. Egyébként ez a színésznő, egy másikkal ellentétben, akiről kicsit később beszélek, majd pár mondatot. Nagyon-nagyon alázatosan állt ez az egész dologhoz. Tehát 8 hete volt a csapatnak arra, hogy megtervezzék a Demóna jelmezeit és ruháit, és megtervezzék azt az összesen 9 kosztümöt, amiben Angelina Jolie parádézott végig a filmen. És ő végig nagyon kooperatív volt velük, mindenre hajlandó volt, mindenben benne volt. Ő azt is bevállalta volna, hogy a bőre zöld legyen, és sokkal több maszkot, sokkal több arcprotézist kapjon, de ezt végül elutasították, nem akarták, hogy túlzó legyen a karakter kinézete. Ami egyébként az ő ruháinál még fontos lehet, az az, hogy nagyon törekedtek az organikusságra. A jelmezeinek többnyire a koncepciója hasonló ugyanaz, tehát ez a szarvas fejdísz, ilyen turbános kiegészítése gyakorlatilag mindenhol jelen van. A szabásuk is hasonló, nagyon ezeknek a ruháknak, mindegyik ilyen kaftánszerű, amit egyébként azért is választottak, mint dizájnt, mert otthon, a magánéletben Angelina nagyon szeret hordani ilyen ruhákat, és figyelembe vették ezt is a tervezők. De hogy arra törekedtek, hogy még akkor is, amikor már úgymond gonosz lesz Maleficent, az organikusság, a természetesség az jelen legyen, meg legyen, és itt láthatjuk egyébként a botját is, ezt a varázsbotot, aminek az a különlegessége, hogy a színe, ez a kékes, zöldes, aranyszínű kő, ez azért lett ilyen, mert ez passzolt Angelina Jolie szeméhez. És szerették volna nagyon, hogy ez is így kihangsúlyozza az ő jelenlétét és a szemét, és még drámaibbá tegye a dolgot. Egyébként a végső csatában, ami készült neki, ilyen gyakorlatilag egy ilyen macskanő jelmez, egy bird dress,
abból 25 darabot készítettek, és az volt a jelmeztervezőknek a legnagyobb kihívás. Azért volt egyébként belőle ennyi, mert a harcrendnél folyamatosan gyakorlatilag megégett a ruha. Kicsit mondanék néhány mondatot a többi szereplő kosztümjéről is. Anna B. Shepherd, aki a jelmeztervezője volt, pontosabban az irányítója a jelmeztervező csapatnak, szeretett volna Csipke Rózsika esetében teljesen elvonatkoztatni az eredeti Disney klasszikustól, és ezért ő egy kicsit ilyen prerafaelita festmény hatású hercegnős ruhát tervezett Aurórának. A koronát is elvetette egyébként több okból, az ártatlanságát, a tisztaságát akarta visszaadni a karakternek. Ezzel szemben a holó emberi formájánál arra törekedett, hogy egy nagyon dögös, nagyon-nagyon vagány valaki legyen, egy ilyen kalózba oltott rockstar gyakorlatilag, és fontos az is, hogy ügyelt arra, hogy a király, Stefan király jelmezeinek meglegyen a kontrasztja, a jégkék hideg színekkel próbálta ellensúlyozni ezt az organikusságot és természetességet, amit Demona alakja gyakorlatilag megtestesített. És ott a háttérben fog futni még egy videó, egy következő filmről, ez már a 2015-ös Hamupipőke, ez volt a következő élőszereplős nagy Disney produkció. Itt gyakorlatilag nincsen nagy fordulat, nincsen nagy különlegesség. Ebben a filmben, úgy ahogy van, a Hamupipőke sztorit látjuk előadva. Annyit próbáltak finomítani, változtatni, és egy kicsit többletként hozzáadni ez az egészhez, hogy az üzenet, hogy légy kedves és bátor, ez még inkább kihangsúlyozódjon, mert a jóság, a kedvesség az mindig kifizetődő, és bármilyen nehézség ér, ha te kedves és jó maradsz, akkor happy end vár rád meg egy herceg a bálteremben. És amit még próbáltak, az az, hogyha már egy olyan dívet megnyertek a filmnek, mint Kate Blanchett, akit egyébként Angelina Jolie módon körbe rajongtak a jelmezkészítők, pontosabban a tervezők, akkor az ő szerepe, a mostor szerepe is kicsit hangsúlyosabb és árnyaltabb legyen. Az ő esetében azt próbálták kidomborítani, hogy ez a nő, ez gyakorlatilag az elejétől kezdve egy elkeseredett és szomorú nő, aki féltékeny a mostoha lányára, féltékeny arra a kapcsolatra, amit az ő új férjével ez a lány ápol, és kétségbe esett lesz akkor, amikor a férje halálával úgy tűnik, hogy elveszíti a vagyonát is. Tehát ez lényegében ez a Hamupipőke, amit Kenneth Branagh, aki a Thor filmeket és az első két Thor filmet jegyzi, rendezett, nem feldolgozás, hanem egy minimális újragondolás, és emiatt érte ez a kritika is, hogy szép-szép és jó ez a film, de kicsit kevés, kicsit régi módi, nem annyira merész, mint amennyire a Demona volt. Egyébként ettől függetlenül 7,5-es pontszámot kapott az IMDb-től, ez is nem érte annyi kritika. Ettől függetlenül szerintem érdekes és kiemelendő, és mindenképpen fontos az, hogy a mai világban, ahol ez a komputer animáció, ez gyakorlatilag uralja a filmipart, itt törekedtek arra, hogy itt aztán tényleg még a Demonánál is kevesebb, minél kevesebb komputer animáció legyen. Nyilván, amikor az átváltozás történik, akkor eszközölni kellett ezeket az effekteket. Az üvegcipő esetében, amit egyébként Swarovski kristályból, a Swarovski által megtervezve készítettek, szintén használni kellett, ugyanis egy ilyen cipőben nem lehet járni a valóságban. Egy műbőrcipőt kapott egyébként a színésznő, és erre animálták rá gyakorlatilag, ahol látszik azokban a jelenetekben az üvegcipőt. Nagyon monumentális volt egyébként ez a film, 8 hónap alatt forgatták le, ami nagyon-nagyon soknak számít egy ilyen film esetében. Ezt is Angliában forgatták, de például a báltermet is, ahogy látjuk, itt teljesen megépítették. Nyilván a tetőszerkezetnél volt egy kis effektelés, meg utómunka itt is, de megépítették, és több ezer igazi olasz olajmécsest használtak, a külön a filmre terveztetett csillárokhoz. Úgyhogy itt aztán már majdnem minden igazi, olyannyira, hogy még a film rögzítése is film szalagra történt, ahelyett, hogy digitális lett volna. Itt egy kicsit több idő volt egyébként a látvány kidolgozására a jelmeztervezői szempontból. A jelmeztervező egyébként ez a vöröshajú hölgy Sandy Powell volt, aki egyébként már háromszoros Oscar-díjas tervező. Szerintem ezen a filmen ez pont annyira nem látszik, de azért ide is oda tette magának pontosabban. Az ő koncepciója itt az volt, hogy
olyan jelmezeket próbált tervezni, amiket az 1940-es, 50-es években forgatott, de amúgy történet szerint a 19. században játszódó filmekben használtak. Ez egy kicsit ilyen kifacsart, kicsavart, nagyon is anakronista megközelítésmód, de ez volt az ő koncepciója. Ez egyébként talán a mostani testvéreknél látszik nagyon, akiknek a rikító, eltúlzott, ízléstelen ruháik utalnak erre. Viszont Kate Blanchettnél, aki ugye a dívája a filmnek, nagyon ügyelt a tervező, hogy az ő szépsége, az ő eleganciája, az kiemelődjön. És Kate Blanchettnél még érdekes az, hogy a Swarovski rajta is dolgozott, külön ékszer kollekciókat terveztek a számára a filmhez. Ami még érdekesség, az egyéb jelmezek szempontjából, ami nem a főruha, nem a mupipőke ruhája, az a herceg kis öltözéke. Hát ő gyakorlatilag egész játékidő alatt villantja a csomagocskát, egy szűk fehér lovaglónadrágban vett részt a produkcióban, mindezt azért, mert a jelmeztervező ragaszkodott az a koncepcióhoz, hogy ő egy aktív herceg legyen, és lovagló csizmában legyen végig, ahhoz pedig a pasztos nadrág passzol. Na és akkor itt a főruha, amiről beszélni szeretnék nektek, ez hamupipőke báli ruhája, ami szerintem nem annyira látványos, a filmben nagyon jól működik, és a koncepciót, ami ugye hamupipőkenek el kell menekülni a bálteremből, és emiatt légiesnek, könnyednek kell lenni ennek a ruhának, ezt a test nagyon jól hozza. Annak ellenére, hogy bár légiesnek, könnyednek tűnik, ez a ruha 5 kilót nyom. Mindezt pedig nem csak azért, mert több mint 12 réteg alsó szoknya van benne, hanem azért is, mert kétféle abroncs az alapja, kétféle acélabroncs, amikbe fogantyúkat is applikáltak, hogy könnyebben tudjon működni a színésznő bennük. Ettől függetlenül, amikor dolga akadt és a jelmezben volt, nem tudta elvégezni nyilván, és betolták alá a kis tojtói vécét, úgyhogy nem volt kényelmes ez a ruha. A cosplayeseknek nagyon tetszik, nagyon sokan megvalósították már és tervezik is, de vannak benne kihívások. Kihívás az is, hogy az eredeti fűzője kézzel festett pillangókkal lett, egy japán művész által készített pillangókkal díszítve, és hogy a szoknya legfelső két rétege bizony nem olcsó anyagokból készült. Az egyik, a második réteg, az irizáló réteg, az egy úgynevezett Yumissima nevű anyagból készült, aminek métere 150 font, és egy Jakob Schöpfer nevű tervező készítette egyébként, a legfelső réteg pedig sejemkrep, és a legfelső réteg még 10 000 Swarovski kristállyal is díszítve van. Az utolsó film, amiről beszélni szeretnék, és aztán fájdalmasan ugyan, de elbúcsúzom tőletek, az a Szépség és a Szörnyeteg lesz, ez az idei siker videó a háttérben. Én nagyon szkeptikusan álltam ez a filmhez, a kritikusok is nagyon szkeptikusan álltak ez a filmhez, mert hogy úgy látjuk a trélerekből, hogy ez bizony egy az egyben az 1991-es Disney rajzfilmnek a csak élőszereplős verziója, de amúgy ugyanaz. Hát ez nem igaz. Kibővítették, beletettek plusz jeleneteket, plusz koncepciókat, próbálták nagyon a mai modern kor nőihez idomítani ezt a Belle karaktert is, hogy egy igazán feminista, független, önálló valaki legyen, ami már a korábbi koncepcióban is benne volt, de erre még jobban igyekeztek rá erősíteni, és Emma Watson, akit a szerepre kiválasztottak, ebben nagyon nagy partner volt. Ő egy nagyon fiús, nagyon emancipált, nagyon vagánybe szeretett volna lenni, így eléggé aktívan bele is szólt a jelmeztervezői feladatokba. Nem volt hajlandó fűzőt fölvenni, elképzelése volt arról, hogy bennek bakancsot kell hordani a hatodik haszakad, és gyakorlatilag az ő kívánalmai valósultak meg, és ezeknek a megvalósítását látjuk Belle kosztümjein így jelen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azoknak is, akik az eredeti klasszikus szeretik, és azoknak is, akik mondjuk csak Emma Watson szeretik, és nyitottak az újdonságokra, érdemes megnézni, annak ellenére, hogy ez musical, és annak ellenére, hogy ez a Tale as Old as Time, ahogy az egyik betétdal is mondja, mégis egy modern és egy újító film. Belle és a szörnyetek kapcsolatát is új dimenzióba helyezi, Gaston kapcsolatát, Le Fou-val, illetve Bellehez való viszonyát is új alapokra helyezi, és szerintem
emiatt is érdemes megnézni. Nagyon jó értékelést is kapott, már majdnem 8-ast, 7,7-est, úgyhogy a kritikusok alapvetően szeretik egy-két negatívabb véleménytől eltekintve. Próbáltak itt is arra törekedni, hogy minél több valóságos dolog legyen jelen a filmben, ettől függetlenül sok a komputer animáció, például a bálterem mennyezetét, meg a szoba mennyezetét, mondjuk ez annyira nem látszik, de a falunál már inkább. Ezeket is komputer animációval oldották meg, tehát rádolgoztak. De ettől függetlenül, ugye az angliai forgatási idő alatt ezt is Angliában forgattak. Bocsánat. Próbáltak minél több valóságos dolgot beletenni. Itt, ennél a mesénél, ennél a filmnél, ha hülyek maradunk az eredetihez, nagyon-nagyon sok mindent nem lehetett hozzátenni komputer animációs megoldás nélkül. Hogy mit nem lehetett, az például a tárgyak. Ugye a Szépség és a szörnyetekben, az eredeti rajzfilmben a személyzet, a szörnyeteg kollégái, beosztottjai, alattvalói is el lettek átkozva, és tárgyak lettek belőlük, beszélő tárgyak. Na most ezt nem lehet másképp megcsinálni, csak komputer animációval. Nagyon sok pénz és energia volt abban, hogy ők olyanok legyenek, amilyenek. Mrs. Potts-nál, aki szerintem, meg mások szerint is leginkább egy horror kancsóra hasonlít, nagyon-nagyon sok verzió készült, és nagyon nagy tervezés volt mögötte, mert azt szerették volna, hogy ez a karakter nagyon pozitív, nagyon kedves és nagyon szimpatikus legyen, hiszen ő az, aki alapvetően megnyugtatja Belle-t az első perctől kezdve. Hogy ez sikerült vagy nem, azt rátok bízom. Nekem annyira nem sikerült elérniük ezt a hatást, de mások szemében lehet, hogy mégis sikerült. És ami még nagyon fontos itt a tárgyaknál és a komputer animációnál, hogy van ez a Be Our Guest, légy a vendégünk dalocska, ami az élőszereplős filmbe is bekerült. És ugye mit látunk? Hát Emma Watson ül egy asztalnál, és akkor elképzeli, ahogy a tárgyak mozognak. Valószínűleg így vették fel a filmet. Hát nem. 6 hónapnyi koreográfusi munka és tervezés van e mögött, rengeteg próba. Táncosokkal fölvették, tényleg ilyen színpadi showként rögzítették először ezt a jelenetet, majd jöttek a grafikusok, és dolgoztak rajta, és igazából az élő szereplős mozgásokat, tehát az élő táncosok mozgásait olvasztották egybe a tárgyakkal, a tárgy tervekkel, és több mint egy éves munka eredményeképpen született meg az a Be Our Guest jelenet, amit most láthatunk a filmben. És akkor jön a kedvencem. Az, hogy nekem ez a film alapvetően tetszett végül, az egyes egyedül Dan Stevensnek köszönhető, illetve leginkább neki. Mondhatjuk azt, hogy hát ez az ember igazából semmit nem csinált. Az elején és a végén a kis csicses herceg ruhájában ott van és kész. Ez nem igaz. A szörnyet egész végig ő alakítja, és minden jelenetet vele többször rögzítettek, kétféleképpen. Egyrészt úgy, hogy egy ilyen szürke dresszben, amit különre, illetve a dublőrére, a képen egyébként a dublőre látható, tervezték meg, tehát megépítették a szörny jelmezt. Ebben kellett egyrészt gólyalábakon amúgy mozognia, jelen lennie. Majd külön az arcát, a mimikáját is rögzítették. Arra hamar rájöttek, pedig először teljesen kosztümmel akarták megoldani a szörnyet, hogy ez nem alkalmas arra, hogy a szörny arcjátékát, mozgásait, az élőségét visszaadják, és ezért döntöttek úgy, hogy külön fölveszik Dan Stevens arcjátékát is, és a maszkkal összemontírozzák gyakorlatilag, és így készült el az a szörny, akit a vásznon láthatunk. Egyetlen egy dolog van az arcában, amihez nem nyúltak hozzá komputer animációval, ez pedig a szeme. Ami nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos volt ugye a rajzfilmben is, hiszen az átváltozás után, amikor herceg lesz a szörnyből, Belle gyakorlatilag a szeméről azonosítja be a herceget. Egyébként azon felül ugye maszkot viselt, amikor az arcjátéket rögzítették, külön ilyen fogprotéziseket is kapott. Ezért van az, hogy ilyen furán tartja a száját végig a filmben. Viszont ez ugye hozzátartozott a szörnyhöz, itt ennek is agyarai vannak. A herceg kosztümje is egyébként nagyon-nagyon melósak voltak, nagyon kevés jelenetben láthatóak a filmben. De Swarovski kristályokkal díszítettek, hímzettek, állatmotívumokkal, sárkánymotívumokkal,
és igyekeztek arra törekedni a jelmeztervezők, hogy minél korhűbb legyen, minél inkább 18. századi legyen ez a jelmez is, és a szörny változására, meg a Bellel való kapcsolatának az épülésére is próbáltak utalni azzal, hogy bár a film elején még ilyen organikus, több darabból összehányt palástot hordott csak, mint ruhát, a film végére már emberi ruhákat viselt. És ezeknek is volt koncepciója, mert ezeket úgy próbálták megtervezni, hogy mintha a tárgyak készítették volna, tehát azok a hímzések a szörny ruháján, mint hogyha pamacs által lettek volna odafestve. És Emma Watson, akiről már beszéltem, miatta van az egyébként, hogy a filmben szereplő kosztümöknek a 75%-a organikus anyagokból készült, mert ő ezt kiharcolta. Az ő piros hógolyózós jelenetben látható ruhája az egy-egyben organikus ökobarát anyagokból készült, még a csizmája is ökobőr csizma volt, és zöldségfesték kellett megfestve a ruha. Viszont a legfontosabb ruhája a filmben mégis ez a báli ruha, ahol nem akartak teljesen elrugaszkodni az eredetitől, de törekedtek arra, hogy mégis valami teljesen új legyen. Ez a belruha abban különleges, hogy bár képeken nézve nagyon egyszerűnek tűnik, mozgásban él igazán, nagyon könnyed és légies, és ez volt a koncepció. Ezért nem fűzték be Emmát, tehát Emma Watson nem hordott fűzőt ez alatt a ruha alatt, hogy ez a könnyedség, légiesség megmaradjon. Három rétegben ilyen aranyszínű rokokó díszítés látható a szoknya felső rétegein, ami nem tudom mennyire látszik, de itt van egy kép róla. És az organikusságra, a Bell életszerűségére törekedtek azzal is, hogy organikus ékszereket kapott egy életfát medálként, és a fülére is ilyen organikus füldísz került. És akkor ezzel zárnám az előadásomat, remélem, hogy ezért elmondtam nektek pár érdekes információt a háttérről, hogy a cosplayeseknek szeretnék, ha már a cosplayes színpadon vagyok, néhány tanácsot adni. Népszerűek nagyon ezek a karakterek, ezek az élőszereplős Disney karakterek is, de vegyétek figyelembe azt, hogy ezek a valódi jelmezek, ezek mármint amik a filmben vannak, nagyon drágák voltak. Sokszor komputeranimációt használtak ahhoz, hogy tökéletessé váljanak. Mi ezeket nem tudjuk reprodukálni cosplayerekként. Ne is akarjátok, arra törekedjetek, hogy a lehető leghasonlóbb anyagokat megtaláljátok. Nagyon sok szép replika készül azokról a kiegészítőkről, amiket a színészek, színésznők ezekben a filmekben viselnek. Szerintem nyugodtan körbenézhetek az interneten, akár az eBay-en. Csak hozzáadhat a jelmezhez. Azt is fontos, hogy figyelembe vegyétek, hogy ez nem hasonmás verseny, tehát hogyha élőszereplős Disney cosplayre adjátok a fejeteket, ne legyen az elrettentő tényező vagy probléma, hogy én nem hasonlítok Emma Watsonra. Hát Emma Watson bizony csak egy van, és nem is kell, hogy hasonlíts rá, a karaktert kell visszaadnod, és tartsd mindig szem előtt azt, hogy a cosplay az a te munkád, az nem a jelmeztervező, nem a csapat munkája, nem azoknak az embereknek a munkája, akik részt vettek a film készítésében. Ez arról szól, hogy neked mit jelent a film és a karakter, és hogy te hogy interpretálod ezt az egészet. És akkor köszönöm szépen a figyelmet itt a cosplay színpadon, hát megint egy kicsit túlfutottam az időből, de átadom akkor a következő szereplőnek a stafétát. Sziasztok!